Co infinitív, akár még kezdőknek is. Természetesen a német nyelvtan térképből indulunk ki, és megkeressük a co infinitívet. Nem kell megijedned, nem kell egyszerre ezt az egészet tudnod és értened, hanem kezdjük a nagyon egyszerűekkel, mert hogy vannak egyszerűek. Mondok egy iszonyatosan fontos mondatot. Co infinitívet, akkor használj, hogyha megvan rá a jó okod. És most itt tartunk, hogy bizonyos igéknél megvan rá a jó okunk, hogy zuplusz infinitívet használjunk. Ki is írtam ezeket, külön egy lapra, hogy melyek azok az igék a beginnen, anfangen, fortfahren, aufhören. Nézd csak meg, mit jelentenek. Elkezd, elkezd, folytat, abba hagy. Jelöltem is, hogy ez itt egy folyamat. De mit akarok azzal mondani, hogy van rá egy jó okom? Már is meg fogod érteni. Azt akarod mondani, hogy elkezdek azonnal dolgozni ez eredetileg lehet, hogy így gondolnád, hogy így kell mondani. Ich beginne sofort arbeiten. Igen ám, te látod, hogy megvan itt a jó okod, az elkezdek ige, a beginnen ige, amely azt mondja, hogy a mondat végén lévő igét cúzzuk meg. Igen, így szoktam mondani, hogy megcúzom. Ich beginne sofort zu arbeiten. Nézzünk egy másik példát. Ugye emlékszel még arra, hogy mi volt a következő? Az anfangen. Azt akarod mondani, hogy elkezdek végre tanulni. Hogy hangzik ez németül? Ich fange an, endlich lernen. Van rá jó okod, hogy ezt a lernent megcúszad? Igen, itt van az elkezdtek, az anfangen. Tehát a német igét a végén megcúzom. Ich fange an, endlich, zu lernen. Mi volt a következő ige? Emlékszel még rá? Amit elkezdtél, azt folytatsz is. Fortfahren. Azt akarod mondani, magyarul, illetve németül majd, folytatom a beszédet. Németül ez így hangzik, ich fahre fort, most már tudod, hogy zu reden. Mi volt a jó okod rá? A folytatni, a fortfáren. Ez volt az az ige, ami megmondta, hogy a mondat végén lévő igét tessék megcúzni. Tudom, hogy elég hülyén hangzik ezt, hogy megcúzni, de az nem baj, mert arra szoktunk legjobban emlékezni. És igazából szoktál te hallani már ilyeneket, amikor C infinitívet használsz? Hagyd abba a nevetést. Hör auf zu lachen. Itt van a jó okod az abba hagyni. Ezért tudod a mondat végén lévő igét megcúzni. Hör auf, Zu lachen. Tehát foglaljuk össze. Hogyha neked van olyan igéd, amelyik olyan erős, hogy a másik igét a mondat végén képes átalakítani, az a C infinitívé varázsolni, akkor az meg fogja tenni. Mi tehát a dolgod? Megjegyezni ezt a négy igét, persze ettől sokkal több van, de nekünk egyelőre elég ez a négy darab ige, és tök könnyű megjegyezni őket, mert hogy logikus, elkezd, elkezd, folytat, abba hagy, pekinen, anfangen, fortfahren, aufhören. Hát ugye, hogy nem nehéz. És hogyha szeretnél még több ilyen magyarázatot kapni, és nagyon egyszerűen, jókedvűen megtanulni a német nyelvtant, akkor itt a videó alatt meg fogod találni a német nyelvtant térképhez tartozó linket. Nem csak a térkép létezik magában, hanem videón magyarázom a teljes német nyelvtant. Boldog tanulást kívánok hozzá!